Sziasztok, én Renátó vagyok, ez a videó pedig a Xiaomi Buds 5 fülhallgatóról fog szólni. A gyártó azt mondja, hogy tiszta hangzás, valódi kényelem, ez a mottója a terméknek. Ez egy semi-in-ear kialakítású füles, azaz a viselése kényelmesebb, mint a fülbe dugós féléknek, viszont mégis rendelkezik aktív zajkioltással, van térhatású hangzása is, a hangprofilt pedig a Harman hangolta. Ja, és hangot is lehet vele felvenni, direktben a fülesekre, akár telefon nélkül is, az ára pedig 40 ezer forint. Érdekel? A videóban elmondom, hogy milyen. Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem. A dobozon láthatjuk a fő feature-öket, Hi-Res Lossless Audio, Harman FX hangolás, Google Fast Pair párosítás technológia. A dobozt kinyitva egyből a töltőtok fogad, benne a fülhallgatókkal. Hozzám ebben az ezüst és króm színben érkeztek, de egyébként összesen háromféle szín érhető el belőle. A tok a füleseket mágnesesen fogja, kivéve láthatjuk, hogy két tónusú színezést kaptak a fülesek, illetve hogy nincsen szilikon kupak, tehát nem hallójáratba kell bedugni, csak simán a fülekbe rakható. A dobozban ezen kívül van még egy kis kézikönyv, valamint egy mini kábel a töltéshez, és ennyi. Maga a forma, az elképzelés az hasonlít a régi, hagyományos Apple fülesekre, amik anno mindig mindenkinek kényelmesek voltak. Nincsen semmilyen extrém megoldás, igazából a szokásos fejhallgató formát kapjuk kettőtonusú dizájnnal. IP54 por és izzadás álló a szabványuk, esőben vagy izzadás közben sem lesz bajuk. Hardware terén 11 mm-es dinamikus hangkeltőkkel találkozunk, 16 Hz és 40 kHz közötti érzékenységük van, valamint Bluetooth 5.4-es szabványt ismernek. Van három mikrofonos AI által vezérelt aktív zajkioltási technológia, és van vezeték nélküli Hi-Res audio támogatás is, illetve Qualcomm Aptix szabvány is van a fedélzeten, hogyha azzal kompatibilis telefonnal használod, ezek listáját egyébként a Xiaomi oldalán megtalálod. Van továbbá térhatású hangzás is, fejkövetéssel, maga a hangzást az pedig a Harman Audio EFX-el tökéletesítették. A késleltetés is alacsony, mindössze 73 millisekundum. A Xiaomi a hangzás minőségére nagyon ügyelt a minőségi hardverekkel, viszont főleg a kényelemre mentek rá, azáltal, hogy a hallójáratba nem kell bedugnod, így ugye kevesebb nyomást tesz a fülekre, és a súlya is pillekönnyű. A fülesek egyenként körülbelül 4,2 grammot nyomnak, szinte nem is érezni a viseletüket. Kapcsolódás szempontjából természetesen bármilyen Bluetooth eszközzel tud kommunikálni, annyi, hogy a Snapdragon Sound kihasználásához azzal kompatibilis telefonnal kell rendelkezned. Én az új Xiaomi 14T Pro-val próbáltam, de ebben ugye MediaTek chip van, így a Snapdragon Soundról arról le kell mondani, viszont veszteségmentes Hi-Res átvitel az így is van. Egyszerre egyébként kettő eszközhöz tud csatlakozni, és gyorsan tud váltani közöttük. A Xiaomi telefonokkal pofon egyszerű az összekapcsolás, minden app nélkül azonnal felismeri, de további beállítási lehetőségek miatt érdemes használni a Xiaomi Earbuds alkalmazást. A csatlakoztatás annyi, hogy felnyitod a fülest, a készülék hozzáadására nyomsz, és az app az pedig azonnal látja és csatlakozik is hozzá egy pillanat alatt, a továbbiakban pedig automatikusan történik már ez. Mutatom is az app ezáltal a füles funkcióit. Az applikáció kezdőképernyőjén láthatod az eszközöd, illetve a jobb és bal füles töltöttségi állapotát. Ha a fülesek a füledben vannak, az első menüpont a zajkioltás lesz. Ez történhet adaptív módon is, vagy csúszka segítségével beállítod a kiegyensúlyozott és a teljes zajkioltás módokat. A Record Audio menüpontban hangot lehet felvenni a fülesekkel, itt látható, hogy hány perc tárolására képesek még a fülesek, és itt lehet átmenteni őket a telefonra. A hangfelvétel akkor is működik, hogyha tokban hagyod őket. A gesztusok menüpontban beállítható, hogy mit csináljanak a fülesek szimpla, dupla, tripla vagy hosszú nyomásra, külön a bal és külön a jobb oldal is állítható. Az Audio Effects menüpontban lehet a térhatású hangzást bekapcsolni, ami egyébként remekül működik. Fejkövetés is van, valamint külön beállíthatod, hogy zenéhez vagy videóhoz szeretnél térhatást.
Az adaptív hangzás a fület formájához és környezethez igazítja a hangzást, az audio balance pedig az előre programozott hangmódok között enged váltani, de az EQ beállításokban egyébként lehetőséged van teljesen személyre szabott hangzás készítésére is. A Qualcomm Aptix szabvány is itt jelenne meg, hogyha arra képes telefonnal használod a fülest. Az extra beállításokban pedig ki és bekapcsolható a viselésérzékelés vagy a dual connection mód, azaz, hogy egyszerre két eszközhöz csatlakozhass, illetve be lehet állítani, hogy a hívásokat automatikusan felvedd. A Find Your Earphones menüben pedig hangot lehet lejátszani, hogyha nem találod a füleseket, ez esetleg segíthet benne. Az utolsó menüpont pedig a firmware frissítés. Az app használata egyszerű, mégis megvan minden személyre szabási lehetőséged. Ha már a füleidben vannak, a kezelésük érintéssel történhet, a fülesek szárait össze kell csípni, és van egy kis klik visszajelzés is. Van egy klik, dupla klik, tripla klik, vagy hosszan nyomás, illetve fel- és lesimogatás, amivel a hangerő állítható. A simogatás közben a másik ujjal támasztani kell a fülest, különben ki fognak esni a helyükről. A gesztus vezérlés az appban személyre szabható, ahogy az előbb már mutattam. A használat teljesen jól intuitív módon történik, nagyon könnyű ezeket a gesztusokat megtanulni. Kényelem szempontjából tényleg nagyon ott vannak, eleve pehelysúlyúak, másrészt mivel ugye nem kell a füledbe nyomni őket, csak így felfekszik a füledre, tényleg nagyon kényelmes, nem zavaró, sok-sok óra után sem. Nekem jól beleillik a fülembe, és hogyha rázom a fejem, akkor sem mozog, de azért érezni, hogy ez nem szigetel úgy, mint egy agybadugós, és azért nem érzem azt, hogy ebben mondjuk szívesen ugrálnék vagy futnék, így ez inkább ilyen mindennapos zenehallgatásra jó, mint sem sportra. Ugye már említettem a zajkioltást, ami igazából mindegy, hogy melyik állásba állítom, átengedi a külső zajokat, mivel nem zár le hermetikusan. A zajkioltást inkább úgy nevezném, hogy csökkenti a külső zajokat, de nem szünteti meg azokat. Maga a hangzás viszont meglepően jó, én a Harman által kalibrált hangmódot használtam, és nekem igencsak tetszetős volt az, amit hallottam, függetlenül attól, hogy milyen stílusú zene ment. Az énekhangok is jók, a magas és a középtartomány is, a basszus az pedig szokatlanul erős, ahhoz képest, amit ebben az árkategóriában megszoktam. Játékra, videónézésre, filmekre, telefonálásra, zenehallgatásra is abszolút jól használható, teljesen korrekt, tényleg tisztán szól. A késleltetés is tényleg elég jó, de azért így is van némi lag a vezetékes fülesekhez képest. A stabilitással nem volt gond a teszt során, teljesen jó kis füles ez. Egy kommentem van hozzá, hogy azoknak, akik szeretnek annyira hangosan zenét hallgatni, hogy körülbelül fülkárosodást szenvednek, na nekik a Buds 5 az lehet, hogy egy kicsit halk lesz, max hangerőn sem nevezném extrém hangosnak. Most pedig bekapcsolom a hangfelvételt, hogy megmutassam a mikrofont. Most ezt halljátok, hívás közben ezt hallja a másik fél. Szerintem teljesen korrekt, de nyilván egy fülben levő mikrofontól túl sokat nem szabad elvárni. És végül beszéljünk az üzemidőről. A töltőtokkal együtt összesen 39 óra használatot ígér a gyártó, ANC-t és térhatású hangot kikapcsolva. A fülesek 6,5 óra zenelejátszáshoz elegendő tartalékkal rendelkeznek. Én az ANC-t bekapcsolva használtam, és úgy körülbelül 4 órára lehetett számítani egy töltéssel. Ez az érték szerintem bőven elegendő egy átlagos felhasználónak. Hogyha pedig mégsem, a tokban 10 perc alatt 2 óra zenehallgatásra elegendő áramot lehet beletölteni, a teljes töltés pedig körülbelül 3/4 óra. A tokot pedig vezetékesen lehet feltölteni USB-C porton keresztül. Ezek az értékek átlagosak a piacon, de bőven elég kell, hogy legyenek szerintem. Az összegzésem az, hogy 40 ezer forintért egy nagyon kényelmes és kellemes hangzású, sok basszussal rendelkező fülhallgatót kapsz a Xiaomi Buds 5-tel. Jó a kialakítás, jó a hangzás, rendkívül kényelmes, főleg azoknak, akik utálják az agybadugós megoldásokat, viszont emiatt, mivel ez csak a fülön ül, kevésbé alkalmas aktív sportoláshoz, nem lesz olyan stabil a fülben. Az app az jól működik, csomó testre szabási lehetőség van benne, valamint korrekt az üzemidő is. Az ajkioltás kültéren, széllel szemben jól működik, egyébként viszont, mivel nem in-ear megoldás,
és nem zárja el hermetikusan a füled, inkább csak arra jó, hogy egy kicsit lehalkítja a környezetet, de nem zárja ki azt. 40 ezer forintért azért elég nagy a választék, de a Xiaomi Buds 5 egy jó választás lehet, főleg akkor, hogyha nagyon könnyű és nagyon kényelmes fülest keresel, és nem zavar az, hogy ezért cserébe kevésbé működő zajkioltást kapsz. Ti mit gondoltok róla? Írjátok meg kommentben. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő tech videókról sem. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban, sziasztok!